Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 4000 forint. Mielőtt elkezdeném elmagyarázni, hogy mit mutatnak a képek, mondanék valamit arról is, hogy mit üzennek a csillagok. Ez év áprilisától, ettől az időponttól kezdve Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó 18 hónapon keresztül a mérleg jegyében van. Tehát itt aktivál kármikus témákat. Kétunál érzelmekről van szó, és a múltról. Itt lesznek emlékek. Az is lehet, hogy olyan események, vagy olyan emlékek lesznek, amit te átéltél a korábbi életedben. Kétu az utal a mi belsőnkre, az érzelmeinkre, hajlamos arra, hogy úgy befele fordul, jelenti a spirituális dolgokat is. A mérleg jegyével szemben van a kos jegye. Ott mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, ami kifele fordul, és érdeklődik az anyagiak terént illetően. Tehát nem csak a spirituális dolgokról van szó, hanem az anyagiakról, a reális dolgokról is. Ráhu ez a felfele mozgó kármikus csomó most a kos jegyében utalhat egy új irányra, egy új életterületre. Ugyanúgy, mint Kétu, Ráhu is ez év áprilisától, ettől az időponttól kezdve, 18 hónapon keresztül a kos jegyében van. Itt lesznek változások, nem csak Ráhu utal erre, hanem Uránusz bolygó is, mert az indiai számítás szerint Uránusz bolygó a kos jegyében van. És az szemben van a mérleg jegyével, ez olyan, mint egy tükör, itt tükröződik valami. Lesznek kármikus témák, itt kell az egyensúly, az érzelmek, vagy egy spirituális terület, de nem szabad elfelejteni az anyagiakat, a reális dolgokat sem. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A lelki társad vagy a férfiak itt láthatóak. Van köztetek kapcsolat, hiszen egy vonalban vagytok, ami összeköt benneteket az a csillagkép és ez a könyv. A csillagkép azt jelenti, itt lesz szerencse, és minden úgy történik, ahogy a csillagokban meg van írva. A könyv utalhat tudásra, zárkózottságra, de jelenti a sorsok könyvét is, minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében és a csillagképekben meg van írva. A férfi az első sorban van, és fölötte nincs kártya. Az jelenteni az ő gondolatait. De mivel nem látható ott kép, ez azt jelenti, hogy nem engedi azt meg, hogy valaki bepillantson az ő gondolataiba. Nem érzi jól magát, mert a körülötte lévő kártyák nem olyan jók. Itt látható az ostor, az utal fájdalmakra, vagy testi, vagy lelki fájdalmakra. Az is lehet, hogy kicsit betegeskedik, mert itt a fa az utal egészségügyi témákra is. Az ostor jelenthet vitákat és veszekedéseket is,
Tehát valaki megbántotta őt, és ő nem érzi jól magát, fogva érzi ebben a toronyban magát, tehát nem tudja hogyan tovább, hogy oldja meg ezt a dolgot, de azért úgy elfordul az események felől, hiszen hátat fordít az ostornak. Az is lehet, hogy egy barát vagy egy barátnő bántotta őt meg, hiszen itt vannak a barátságok, a beszélgetések, de a fájdalmak is, hogy valaki megsértette őt, de ő hátat fordít ennek. Ez a helyzet elmúlik, hiszen itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát eltávolítják ezeket az emlékeket, vagy ezt a bizonyos szemét. Itt a kassa jelenti azt, hogy elvágja ezeket a dolgokat, tehát október közepéig ez elmúlik, és javul a helyzet. Itt látható ez a lovas férfi, közeledik hozzá, ez lehet egy barát, és itt átnyújtja számára ezt a virágcsokrot, szimbolikusan neki nem kell ez a virág, hanem ez a virágcsokor jelenti azt, hogy valaki bocsánatot kér, megajándékozza őt, lesz egy kellemes meglepetés. Ez a lovas férfi jelenthet mindent, ami mozog, egy lovat például, vagy egy utazást, vagy változásokat, vagy sportot, vagy autót, például egy szép autót, hiszen itt van mellette a szépség. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt megjelennek a halak, azok jelentik az anyagiakat, a pénzügyi dolgokat. Itt kinyílik egy ajtó, ezek lehetőségek, itt van a tudás, a tanulás, a továbbképzés, a szerződések, és ez kihat az anyagiakra. Aztán látható itt a kígyó, ami jelenti a megújulásokat, a változásokat, de jelenthet egy nőt is. Mellette itt van a horgony, és az jelenti a munkát és a hivatást, tehát itt egy kolléga nőről van szó, és itt lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak a változásokra. Változás az otthont illetően, vagy az ő otthonát illetően, változás a családban. De ha munkáról van szó, akkor a ház jelenthet munkát otthonról, vagy egy saját cégnek a megalapozását. Mivel itt egy vonalban vagytok, az lehet egy közös ötlet is. És itt a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, és az utak jelentik a döntéseket, hiszen ő is egy vonalban áll ezzel a kártyával, te is, hiszen megjelenik a gondolatodban. Mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. És ez jelenti a döntéseket, ami a munkát illeti, ami az otthont illeti, és a gólyák jelentik a változásokat. De mivel itt megjelenik ez a koporsó, az lehet, hogy még túl korai lenne ezeket a döntéseket meghozni. A koporsó, a ház jelenthet egy örökösödési ügyet is, és akkor itt ingatlanokról van szó. De ez a koporsó jelzi a nyugalmat, itt megváltozik valami, meg lesz újra az életerő, kisüt a nap, megvan ez az energia, a vonzalom, kihat a szerelemre, a vonzó erő kettőtök között. De azért a háttérben itt megjelenik a ravasz róka,
ez utal hamisságokra. Ez lehet egy hamis személy, aki becsap benneteket, ez lehet egy hamis gondolat, vagy egy rossz döntés, rossz érzelmek, félelmek, vagy bizonytalanságok. Ez megnehezíti a dolgokat, hiszen a hegy utal problémákra, és itt látható ez a felhő, ami azt jelenti, minden olyan átláthatatlannak tűnik, de változik a helyzet, hiszen itt kitisztul valami, lesznek fontos döntések, itt van a szerencse, a hajó jelenti a reményt, de jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. A kislány jelez egy új kezdetet, új kapcsolatok, vagy szerződések. És itt a hátad mögött megjelenik a szív, a szerelem, számodra még nem látható, de mégis ott van a közelben. Amit a gyermek, a hold és a gólyák együtt jelenthetnek, egy kisbabának a születése. Vagy nálad, vagy valakinél itt a családban, hiszen itt is lesznek változások, és lehet, hogy októberben jön ez a jó hír. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. Ő áll a középpontban, nem beszél a terveiről, megsértődött, visszahúzódó, nagyon makacs, de ez el fog múlni, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Nála lesz egy jó hír, fontos beszélgetések, egy kellemes meglepetés. Hamarosan kilép ebből a helyzetből, és akkor meg lesz itt a nyilvánosság, a döntések, és a fa kihat rá, ez utal a gyógyító erőre, de jelenti azt is, hogy keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a munka, ez lehet a lakás, ez lehet az ő hivatása is. Második hét, október hónapban itt látható. Előre mennek az események, itt van egy kellemes meglepetés. A kasza eltávolítja a korlátozásokat, és ami a munkát illeti, itt a szerencse. Itt van egy spirituális terület, vagy egy egészségügyi téma, a gyógyító erő, kihat a hivatásra. És itt a ház utal az otthonodra, itt lesznek változások, a ház jelentheti a szülői házat, vagy a családot, itt is látható a változás. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Itt vannak még nehézségek, de kitisztul valami. Lesznek fontos döntések, kinyílik egy ajtó, egy új lehetőség. Lesz itt egy jó hír, előnyös szerződések, tudás, tanulás. Itt vannak az anyagiak, itt változik valami. És ez a hold utal az álmaidra, a vágyaidra, vagy az anyukádra, az anyai érzelmekre, itt ez ad életerőt. Utolsó hét, október hónapban itt látható, te állsz a középpontban. Itt lesznek kapcsolatok, újdonságok, utazás, szerencse. Itt látható még a felhő, meg a hamisság. Ez lehet, hogy vannak nálad ilyen rossz gondolatok, ó, ebből úgysem lesz semmi, én ezt nem értemeltem meg. Búcsúzz el ezektől a negatív gondolatoktól, ami még nem látható részedre, de mégis ott van a közelben, ez a szív, a szerelem és a vonzó erő kettőtök között. Figyelj erre, ebbe az irányba, nem a hamisságot, vagy ezt a felhőt kell nézni, hanem ezeket a képeket itt a hátad mögött. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!